A Ferencváros és a DAB együttesei a következő szezonban is megmérkőzhetnek egymással a Molliga küzdelmeiben, ám a korábbi 9 csapatos bajnokság az idei évben 11 indulóval rajtol el szeptemberben. A liga vezetősége a közelmúltban elfogadta a Román Galac és a Belgrád nevezését, így idén 11 csapatossá bővül a Molliga. A Dunajvárosi Acélbikák csapata tehát az új idényben még két együttessel mérheti össze erejét. Mint azt a DAB csapatmenedzsere, Azari Zsolt elmondta, Mondta, örömmel fogadták a két újonc érkezését. Galac nagyon jó csapat, az elmúlt két évben ők a román bajnokok, egyetlen probléma, hogy körülbelül ezer, egy száz kilométerre vannak, ráadásul nem abban az irányba, ahol az ember annyira szeret utazni, tehát inkább kelet felé. A másik beszálló pedig a HK Belgrád. Nagyon meglepett, hogy ilyen hirtelen, ilyen komoly projektet tudtak beadni a Ligának, hogy ilyen hamar végig is mentek, és ha is fogadták ott, is hogy nagyon nagy törekvés van. Hozzátette. A bajnokság így az acélvikák csapatának fejlődését is szolgálja az új csapatok nevezése. Mint mondta, a playoffban ban is lesznek változások a két új csapatnak köszönhetően, amelyek véleménye szerint mindenképpen kedvezőek. Azt gondolom, hogy látszik rajtuk, hogy szeretnék ezt, és ilyen csapatokra igenis szükség van, és nekünk is jobb lesz, hogy mindenkivel csak ugye négyszer kell játszani, így jön ki majd a 40 mérkőzés, ráadásul új ö, ö, lesz a ligában az is, hogy 8 csapat fog jutni a játszásba, és minden kör négy győzelemig fog tartani, tehát végre játszhatunk egy igazi jó rájátszást, igazi nagy csatákkal, én izgatottan várom ezt a szezont. A Dunajvárosi Acélbikák együttese jelenleg a fizikai felkészülést végzi, a jegesedzések augusztus elején kezdődnek a Dunajvárosi Jégcsarnokban.